csatornámon. Mai videóban arról fogok beszélni, hogy egy kicsit ismertetem, hogy milyen jogaik lennének a nőknek, és hogy igazából, mivel hogy Magyarországon mondjuk ez egy elég gejé nagy probléma, elmondom, hogy az én személyes véleményemet, hogy tehetnek róla a nők a faszkép küldözgetésről, meg tehát valamilyen szinten tehetnek róla. A másik dolog meg, hogy arról fogok még majd beszélni, hogy a nőknek kellene ezt egy kicsit határozottan kezelni, és akkor utána ez nem volna. Tehát, hogyha az első ilyen dolog megtörténne, akkor nem lenne ennek folytatása, hanem azért nagyon csúnyán elmenne ezeknek az illetőknek, aki napi szinten több, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, több tíz nőt, vagy lehet, hogy többet is zaklat ebből a faszképekkel az interneten, meg ez a hobbija, úgyhogy kezdjünk is neki. Tehát pár évvel ezelőtt én ugye megismertem egy gyermek, tehát egy anya otthonnak az ügyvezető igazgatóját, és akkor beszélgettünk ilyen párkapcsolatokról. Na, akkor úgy jobban átláttam a dolgokat, de nem voltam ezen a szinten, mint most. És beszélgettünk igazgatóra, hát ő ugye most már 50 éves lassan, és így elmondta, hogy milyen rendőrségi problémák vannak, meg egy-két olyan dologról beszélt, hogy eléggé, hát, hogy mondjam nektek, szarvilágban élünk, inkább így fogalmazok, és elég csúnya dolgok mennek a világban meg a körül. És azt akarom ebben felhívni a figyelmet, hogy én például mondok nektek egy példát. Én tavaly, ugye mondtam, aki nézte a videóimat, én nekem 3 hétig volt Instagramom, aztán utána kidobott a fiók, de nem érzem magam se többnek, se kevesebbnek, meg annyira kurvára nem érdekez az internet része. Úgyhogy engem igazából idegen hagy. És képzeljétek el, hogy volt egy olyan tőlem valamivel pár évvel, hát egy 10 évvel lehetett a nő idősebb, 3 gyereke volt, és másfél megyével arrébb én megismertem ezt a hölgyet. Elkezdtünk kirogatni, beszélgettünk, megadta a telefonszámát, felhívtam, és képzeljétek el, hogy ez a lassan 40 év felé járó nő arról számolt be, hogy így képzeljétek el, hogy így fogom így a telefon, meg így beszélgetek már egy óra hosszája, és akkor ugye közben hallgattam, amiket mondtam, és akkor mondta, hogy várja egy kicsit, mondom neki, mi van. És akkor így közben így ismerkedünk, meg tartom így a telefont, és képzeljétek el, hogy 3 napja volt egy faszi, és 3 napja állandóan faszképeket küldött neki, és 3 nap után a hölgyünk megelégelte ezt, hogy most már ne küldjön több faszképet, nem érdekli így, nem érdekli úgy, nem érdekli amúgy Lajosunkat, tehát Lajos, akinek a töke olajos, és azt mondta, hogy most már elég, és letiltotta kész az életét az Instagramon, és képzeljétek el, hogy most így, tehát így most gondolj bele, hogy így külső szemben így belelátsz egy ilyen dologba, és akkor így elgondolkozol így ezen, hogy jó, rendben van, hogy a nők azt mondják, hogy a férfiak, hogy így milyen prasnyák, úgy milyen prasnyák a pasik, meg a palik, és gondolj bele abba, hogy mi tartott, tehát hogy mi az az indok, ami őt annyira megelégelte, hogy 3 nap után tiltotta le csak az illetőt, amikor tudja, hogy egy árva szót nem szól, csak faszkép. Egy kamu profilról, tehát hogy értsétek a lényeget, és akkor tudjátok, én úgy vagyok ebben a dologgal, hogy én értem a nőket, hogy bele vannak fásulva a komoly kapcsolatokban, meg a hosszú távú párkapcsolatokban, az ismerkedésben, csak akkor mit csináltak? Tehát 3 napig tart, amíg valakit letilt.
Tehát addig akkor mi történt? Mit csináltatok? Nem azonnal kellett volna letiltani. A másik dolog meg, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok nő mondja azt, hogy nem lehet mit csinálni. Ez egy nagy hazugság, mert én úgy gondolom, hogy akkor elmondom nektek, hogy miről van szó. Magyarországon van egy olyan része a rendőrségnek, hogy internetrendészet. Tehát például mondjuk van egy olyan ügyet, hogy mondjuk tegyük föl, mondjuk legyen a hölgy közszereplő, hogy értsétek a példát, és tegyük föl mondjuk most sok, hogy tényleg ez a példa, hogy csak hogy értsétek, hogy ennek van súlya, és mondjuk ő valamilyen szinten mondjuk Magyarországon elismert a hölgy, és ő nem tűri el, hogy mit tudom én, XXXY valaki egy büdös nagy faszképet küldött neki, és még jó, meg is alázta, meg még mellé fenyegetőzik, hogyha nem megy bele ebbe a kapcsolatba, akkor ez lesz, az lesz, stb. Tehát magyarán megzsarolta, közszemélyem sértés, zaklatás, tehát ez már három bűncselekmény, és mondjuk tegyük föl, ő ebbe a bizonyítékkal bemenne az ottani rendőrkapitányságra, és elmondaná az FBÖ-nek, tehát a portán, hogy ilyen dologba kérné valakinek a segítségét, és tehát feljelentést szeretne tenni. Na most, a nők 99,99%-a inkább letiltja az illetőt, akár Facebookon, akár Instagramon, Twitterről nem tudok véleményt mondani, mert soha nem használtam meg, nem is tudom, hogy mennyiben másabb az a közösségi portál, de az biztos, gyerekek, hogy lehetne mit tenni, és ez egy hazugság, amit nagyon sok nő terjeszt, hogy nem lehet mit tenni, ez nem így van. Tehát, hogyha mondjuk azért mondom, hogy ezt a példát, hogy mondjuk közszereplő a hölgy, hogy ezt nem viseli el, meg tegyük föl, mondom ezt a három vádat, tehát zaklatás, zsarolás, közszemérem sértés. És tegyük föl, mondjuk ugye a rendőrök, bizonyos ilyen rendőrségnek ugye van ilyen oldala is, hogy például pedofilokat földerítenek, meg az ilyen többszörös bűnelkövetőket, tehát hogy értsétek a példát. És akkor most gondoljatok bele abba, hogy mondjuk több nő mondjuk összefogna, és akkor mondjuk egy olyan pasit mondjuk likvidálnának mondjuk hosszú időre, aki mondjuk több ezer nőt zaklatott. Azért, mert mondjuk két-három nő egy kicsit eszesebb, és nem buta a liba, hanem összefogott, és akkor elment a rendőrségre ezekkel a bizonyítékokkal, ugyanarra a profilról, és nagyon egyszerűen nem egy olyan egyszerű történet ez, de a rendőrök vissza tudják követni, ki kinek mit küldött. Az már más dolog, hogy utána lehet, hogy megint lennének ilyen kamu profilok, vagy hogy nevezitek ezt sokotok, ezeket a Instagramos, meg ilyen Facebookos faszom, mit tudom én, golyóálló, tökű herceg, meg stb. Társait. De hogyha lenne egy ilyen dolog Magyarországon, hogy az első ilyen böcsképes megfognák, akkor is mondjuk azt mondják, hogy egy olyan erőszakos bűncselekmény, hogy több dologgal kapcsolatban így mondjuk tegyük föl még, ráadásul még mondjuk, hogy súlyosbításként mondjuk pedofilkodott is, vagy hogy most kiskorúakkal fajtalankodott, vagy bármi olyan erőszakos, még ezen kívül cselekményt elkövetett, és akkor meg lenne az első ilyen szankció Magyarországon, akkor ezeknek az embereknek behúznák a fülüket, farkukat. Tehát ebben azt akarom mondani, hogy az, hogy a nők mit mondanak, hogy nem tudnak mit tenni, igen, a nők tudomásul kell venni, ők a szebbik, nem? 99,99%-ban ezeket a pöcsképeket úgy oldják meg, hogy letiltják az illetőt, nem feljelentik. Mert hogyha ők mondjuk például Facebookon összefognának egy ilyenbe, hogy kimondottan olyan anyák, vagy olyan nők, vagy olyan fiatal nők, vagy kiskorúak, hogy egy olyan csoportot létrehoznának a Facebookon, hogy kimondottan az ilyen bűnelkövetőket, ezt így a bizonyítékokat, meg akit más is, és akkor több nő összefog, annak már van súlya.
Mert nem egy nő, hanem mondjuk abból van közszereplő is, abból van magánszemély is, és akkor amikor már ketten-hárman egy ilyen dolgot elindítanak, akkor már van egy olyan nyomozati anyag, amivel el lehet indulni. És ebben meg azt akarom mondani, hogy ez a nőknek a hogy mondjam nektek, a... Én jó, persze megértem azt a részét is, hogy ez egy eléggé kényes egy nőnek, tehát mondjuk a rendőrség vagy a hatóság részére egy ilyet elindítani, csak azt a részét is értsétek meg, ebben azt akarom mondani, hogy ha nem tesznek ellene semmit, akkor nem is fog ez megoldódni. Tehát, hogyha most beszélünk valamiről, és nem történik semmi, akkor persze, hogy ezek az emberek megtehetik, meg fogják csinálni egy év múlva is, meg 10 év múlva is, mert nem jár érte felelősség, meg nem jár érte büntetés, ebbe azt akarom szemléltetni. Tehát, hogyha ők összefognának úgy, hogy már pedig ő ezt nem nyeri le, mert azért valamit lenyel, mondjuk közszereplőként, vagy valami olyan dolgot, de ezt azért nem nyeri le, hogy állandóan ilyeneket kap, akkor... Tehát azért mondom, hogy mindenre lenne megoldás, csak én úgy gondolom, hogy azért a nők ugye alapból ugye úgy vannak kitalálva, hogy nagyon kényes dolog ez a pöcsképek, meg ezek a faszképek, meg a másik dolog, hogy nagyon, tehát lelkileg ahhoz nagyon, hogy mondjam nektek, felkészültnek kell, hogy legyen egy nő, hogy elmenjen, és akkor rendőrségen egy ilyen feljelentést tegyen, egy ilyen bizonyítékokkal átadva. Tehát azért mondom, hogy meg lenne, mondom, az első ilyen faszképes, pöcsképes illető, és akkor utána elmenne a kedve ettől a pöcsképes, faszképes dologtól, és akkor utána a többi az úgy mérlegelne, aki egy kicsit okosabb, és visszalép, hogy hát akkor nem így kéne egy ismerkedés, meg nem így kéne egy ilyen internetes dolgot, de amíg a nők nem tesznek, mondom, semmit, addig ez nem fog rendeződni, ez a dolog. Ennyit szerettem volna a mai videóba, sziasztok!